létfontosságú, hogy megvédjük a koreai tengerszakaszt Észak-Koreától. Meg kell mutatnunk kitartó akaraterőnket. A jelenlegi feszültség háborúhoz vezethet a koreai félszigeten, amely átterjedhet egész Ázsiára, majd világméretű konfliktusba torkolhat. Célunk a gyors, megsemmisítő reakció minden Észak-Korea felől érkező támadásra. Ha megmernek minket támadni, pokorra küldjük őket. Ez a hidegháború utolsó határa. A két Korea 1953-ban történt szétválása óta fennálló frontvonal. ...2008 óta a nyomás nem volt még ilyen nagy. Kim Jong-il gyengélkedése felrázta a fennyani diktatúrát. A világ legtitkosabb rezsimének színfalai mögött örökösödési háború dúl. Harc a hatalmas hadsereg vezetéséért. A köztársaságunk elleni összehangolt fellépés miatt katasztrófa elé nézünk. Megváltoztathatatlan célokkal kell szembenéznünk. Háború küszöbén állunk. 2010 elején egy észak-koreai torpedótámadás során elsüllyedt egy dél-koreai hadihajó. 46 tengerész veszíti életét. Azóta több százezer ember és gép vár a szárazföldön és a tengeren a diktátor jelzésére. Ő éppen Fennyanban igyekszik egyik fiának biztosítani a hatalomátvételt. Örökösödési háború, amely kicsúszhat a keze közül. Kim Jong-il, a tiltott életrajz. ...2010 késő nyara. Észak-Kínában vagyunk, korábban Koreához tartozó területen. Ez lesz valószínűleg Kim Jong-il utolsó utazása. A kínai tisztviselők gyárakban és farmokon vezetik körbe. A diktátor fáradtnak tűnik, időnként nehézkesen mozog. He had one, perhaps two strokes in August of 2008. 2008 augusztusában egy, talán két agyvérzést kap, amely látványos változást okoz egészségében. Mindenki azt keresi a képeken, látható-e testének bal oldalán az agyvérzés utóhatása. A cukorbetegségen túl más egészségügyi problémái is vannak. Egy biztosítás matematikai táblázat nem jósolna neki 5 évnél többet. A szokásos aggodalmak mellett félelem és idegesség jelentkezik nála, az észak-koreai események miatt. Az örökösödés kérdésének kimenetele pedig tovább súlyosbítja a helyzetet. Az utazás egyetlen célja apja múltjának kutatása, aki Csilinben járt iskolába. Kim Il-sen, Észak-Korea élő istene, az ország megalapítója a II. Világháború végén került hatalomra. Az általa alapított egyedülálló rezsim 40 éven át uralkodott. Ő az egyetlen kommunista diktátor, akinek sikerült átruházni a hatalmát fiára, Kim Jong-ilre. Arra a fiúra, aki tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva, és rajta a sor, hogy tovább örökítse hatalmát. Legfiatalabb fia, Kim Jong-un elkíséri az úton. Egy ismeretlen arc a tisztviselők között. Felkészíti fiát az öröklésre, ahogyan őt készítette fel az apja.
Az egyedülálló vezető Kim Jong-il személyiségét nem értelmezhetjük népének karizmatikus atyja Kim Il-sung által meghatározott környezet nélkül. Kim Il-sung hatalmas termetű ember volt, szinte istenszerű méretű. Népének atyja volt, egy gerilla harcos, aki megalkotta Észak-Korea ideológiáját, a dzsucsét, ami önbizalmat jelent. Kim Jong-il más volt. Egész életét meghatározta ez. Életében végig apjának árnyékában járt. Észak-Koreában az öröklődésen alapuló dinasztia kiépítése érdekében Kim Jong-il egy hihetetlen legendát terjesztett el a kvázi isteni családról, amelynek ereje benne összpontosul. A hazugság születésekor kezdődött. Kim Jong-il, Korea vezetője. A Pektu-hegy, amely a koreai forradalommal együtt ragyogott fel, elmeséli a nagymúltú Korea Kim Jong-il általi vezetésének történetét, aki a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Nemzeti Védelmi Bizottságának elnöke és a Koreai Néphadsereg főparancsnoka. E propagandafilm szerint a kedves vezető 1942. február 16-án született a Pektu-hegyen, a koreaiak Szenthegyén. Egy csillag és két szivárvány adta hírül érkezését. Valójában Kim Jong-il egy évvel korábban született egy Szovjetunió területén található koreai menekülttáborban, ahol apja védelem alatt állt és gerillaharcos kiképzést kapott. Kim Jong-il keeps up this connection to the Sacred Mountain. Kim Jong-il más módon is kötődik a Szenthegyhez. Rizst termesztett ott. Minden rizsszemet meg kellett vizsgálni, hogy tökéletes legyen. A Pektu-hegy forrásaiból származik az általa fogyasztott víz. Nagy fontosságú terület, bár valójában csupán a kitalációnak köszönhetően. ...1945-ben a kis Kim még csak 3 éves. Szüleivel Fennyanba utazik, és egy apjának fenntartott hatalmas házban lakik. A ház mellett van egy kis tó, ahol gyakran játszik öccsével, Kim Surával. From two different defectors comes the story. Két különböző disszidens is elmesélte, hogy amikor a fiúk együtt úsztak, baleset történt, és az öcs megfulladt. Sőt, megjegyezték, hogy mosolygott, miközben az öccse fejét a víz alá tartotta. Egyikük szerint ilyen hangot adott ki, hogy glutty, glutty. Ha valóban így volt, az elég nagy lelki teher. A következő év szintén nyomasztó. Amíg apja megszerzi a hatalmat Fennyanban, anyja belehal a szülésbe. Kim Jong-il még csak 7 éves. Sosem volt igazi anyja. Senki nem foglalkozott vele. Így nőtt fel, senki nem volt, aki meghúzta volna a határt. Amint iskoláskorba lépett, Kim Jong-il a párttagok gyermekeinek fenntartott iskola, majd az apjáról elnevezett Fennyani Egyetem diákja lett. A legenda itt született. A Kim Il-sung Egyetem vallásosan őrzi belépésének relikviáit. Míg apja legitimitását a gerilla harcokban játszott szerepéből nyeri, Kim Jong-il itt találja meg hitvallását. A vezérfiát kritizálni nem merő professzorokkal szemben valódi géniusszá válik, egy lángelmévé, aki gyorsan egyre közelebb kerül a hatalomhoz. His credentials are
Életrajza figyelemre méltó. Virtuóz hegedűs és zongorista. Emellett golfjátékosként minden lejátszott körében 3-4-szer talál a lyukba. Nyilván könnyedén legyőzné Tiger Woods-ot is. Mindent vele kapcsolatban nevetséges mértékben felnagyítanak. Első fontos pozíciójában propaganda és agitációs miniszterként az apjával kapcsolatos propaganda kialakításáért felel. Így nem csupán megteremtette apja istenszerű személyiségét, de felelős volt azért is, hogy levezényelje a kampányt, amikor apja, a karizmatikus vezető átadja hatalmát fiának. Hitt ebben. Azt hiszem, hogy ahogyan ezeket tálalták, abban a formában eltúlzottnak tartotta. De elégszer ismételte ahhoz, hogy ez legyen az igazság. Nem csak a nép, hanem az ő számára is. Kim Jong-il 20-as éveitől kezdve folyamatosan apja nyomdokaiban jár. Tökéletesíti a propaganda rendszert, amelyet teljes felügyelete alatt tart. Születésem után első szavaim az apa és az anya voltak. De azt is megtanultam, köszönöm, kedves vezető. Minden ház legelőkelőbb helyén portrékat helyeztek el a vezetőkről, Kim Jong-ilről és Kim Il-sungről. Ezek az első emlékek a gyerekkoromból. Ez így volt a nyilvános helyeken is. Mindenhol ki voltak téve a képeik. Úgy tanultuk, hogy Kim Jong-il a tökéletes lény. Nagyon intelligens, igazi humanista, tulajdonképpen egy szent, egy makulátlan teremtmény. Ezt tanultuk gyerekként. A propaganda eszközök között a fiatal Kim Jong-il rátalál valódi szenvedélyére, a filmekre. Első filmes munkája Fennyan filmjeinek cenzúrája. Később saját szövegkönyveket ír, gyakran fiatal, magukat a hazának áldozó lányokról. Később részt vesz a forgatásokon, ahol a technikai csapatot, a színészeket és a színésznőket is irányítja. A 70-es évek végétől határtalan ambícióval fordul az észak-koreai filmgyártás felé, de nem elégedett a színészekkel. Elraboltatja Dél-Korea egyik legnagyobb filmsztárját és férjét, aki filmrendező. Egy sztár Fennyan filmstúdióinak börtönében. Miért rabolt el minket? Ezt kérdeztük magunktól. Egyszerűen csak mert rajongott a munkánkért. Ismerte, nézte, megvolt neki az összes filmünk. De nem csak a mi filmjeink, hatalmas, több tízezres gyűjteménye volt külföldi filmekből. Az elrabolt filmesek 8 év alatt megfiatalítják a filmipart. Az első játékfilmek, az első romantikus filmek, az első csókok a filmvásznon. Kim Jong-il még egy emlékezetes Godzilla remake elkészítését is elrendeli.
propaganda záloga, az elrabolt filmsztár szünet nélkül dolgozik. Kim Jong-il elrendeli, hogy az észak-koreai diplomaták gyűjtsenek össze számára több ezer filmet, amelyeket privát moziszobájában néz meg. Ez a fiatal Kim egyetlen ablaka a világra. I've come to believe, and this isn't entirely tongue-in-cheek, that he rájöttem, és ezt nem ironikusan értem, hogy az Újra szól a hatlövetű, vagy az Idegen a vadnyugaton című filmekben látott hősök alapján képzelte el a vezetést. Látja magát végig sétálni a főutcán, vagy megküzdeni a szembejövő gonosz ellenséggel. Ezzel a kissé groteszk fellépéssel mutatkozik be a világ színpadán. A filmeken keresztül Kim Jong-il Észak-Korea legszebb nőit is megközelíthette. Így lett az apró örökösből csábító. Amikor először találkoztam vele, ijedt és persze szomorú voltam. Kim Jong-il megérkezett. Látta a reakciómat, viccesen mondta. Chó asszony nem gondolja, hogy egy törpének nézek ki? Ezen mindenki nevetett, én is. És megnyugodtam. Ilyen a stílusa. Mármint igen, alacsony, de figyel a vele szemben álló lelki állapotára. Ha. 1968-ban Song Hye-rim a Fennyan stúdiónak dolgozó filmsztárok egyike volt. Filmes diplomával rendelkező tehetséges és modern színésznő, családanya, 4 évvel idősebb Kim Jong-ilnél. Ő a diktátor első számú szeretője. 3 évvel később fiú születik a titkos viszonyból. Kim Jong-nam, egy gyermek, akinek titkolnia kell származását. Kim Jong-il találkozott Song Hye-rim színésznővel, és össze is költöztek. De a nő már házas volt, és született egy kislánya is, mielőtt találkoztak. Így nem házasodhattak össze. Kim Ir-sen egy megfelelő háttérrel rendelkező lányjal házasította össze fiát, Kim Jong-sukkal. Látszott házasságot kötöttek. Nincsenek fotók a hivatalos feleségről, akitől 2 kislánya születik. Máig Fennyanban él és gyakran utazik Európába. Kim Jong-il magánélete sosem került nyilvánosságra. Sosem hallottam, hogy Kim Jong-il házas lett volna. Emlékszem, hogy az egyetemen ezt kérdeztem magamtól. Miért nem nősült meg soha a mi 50-es éveiben járó vezérünk? Miért nincsenek gyerekei? Elgondolkodtatott, de nem kérdezhettem erről senkit. Túl veszélyes lett volna. 1975-ben Kim Jong-il találkozik egy a tisztviselők szórakoztatására alakult csoport fiatal táncos nőjével, Ko Yong-hee-vel. Ő lesz a hivatalos élettársa. Mindig ő szerepel az oldalán a felesége helyett. Az 1980-as években 2 fiút szül a diktátornak, akik most az örökösödési harc kellős közepén állnak. Ko Yong-hee 2004-ben hunyt el Párizsban, ahol a rendszer számos elöljárója vett részt orvosi kezelésen. A vezető számos lakhelyet tartott fenn családjai számára. Hivatalos lakhelye Fennyanban a Kim Ir-sen térhez közel van. De számos háza van a parton és a fővároshoz közeli hegyekben. Étkezésükről egy japán séf gondoskodik. Fényűző lakomákat ad, amelyre meghívja a párttagokat.
szórja a pénzt. Egy érdekes hírszerzési forrás a Hennessy gyár éves beszámolójáról. A legdrágább konyak a Paradis vagy Paradicsom. Kim Jong-il 1989 és 99 között éves szinten 650 ezer és 800 ezer dollár közötti értékben vásárolt belőle. Kim Jong-ilnek 4 csapat fiatal szeretője van, akiket kizárólag arra választottak és képeztek ki, hogy a diktátort szórakoztassák esténként. Egy csapat a személyes szórakoztatására. A szórakoztató különítmény tagjainak tudniuk kell énekelni, táncolni és hangszeren játszani. De mindenek előtt le kell nyűgözniük Kim Jong-ilt. Egy este vacsora után a tábornok megkért 4 lányt, hogy táncoljanak előttünk. Hirtelen azt mondta, vegyétek le a ruháitokat. Levetkőztek, magukon hagyva a fehér neműt. Ezután azt mondta, vegyétek le a fehér neműt. Teljesen meztelenek voltak. Látva ezt, úgy éreztem, a dolgok kezdenek rosszra fordulni. Kiválasztott felső vezetőket, hogy táncoljanak velük. Egy vezető, 2, 3, én voltam a 4. Rám mutatott, és azt mondta, táncolj. Nem tudtam, hová nézzek. Teljesen pucérak voltak. A plafont néztem, miközben próbáltam táncolni a diszkózenére. Mindent megtettem, hogy ne kelljen a lányokra néznem. Annyira ideges voltam, amikor meghívtak ezekre az estélyekre. Nem tudtam, mit gondoljak. Ő a mi nagyszerű vezetőnk. Táncoltam vele, ettem vele. A közelében megszűnt a remegésem. Ilyen az élete az apja nyomdokaiban járó korona hercegnek, aki fokozatosan veszi át apja hatalmát. 1994-ben Kim Ir-sen 84 éves. Fiával együtt egy titkos Dél-Koreával folytatott csúcs találkozóra készül. Ám néhány nappal a majdnem történelmi jelentőségűvé váló esemény előtt szívrohamot kap. Kim Jong-il tulajdonképpen már a 70-es években feltűnt soron következő vezetőként. 20 év volt rá, hogy a propaganda kampányoknak köszönhetően az elit és a tömegek is elfogadják Kim Jong-il hatalomátvételét. Együtt szerepelt az apjával, és tőle kapott utasításokat. Majd a Kim Ir-sen halála előtti utolsó 10 évben Kim Jong-il gyakorlatilag napi szinten irányította a kormány működését miniszterelnökként. Három év nemzeti gyász után Kim Jong-il lett Észak-Korea új vezetője. Nem elnök, hiszen az mindörökké apja címe marad. Ő csupán kedves vezető, aki apja útját követi. Ám nem annyira tehetséges az ország katonai erejének irányításában.
Kim Ir-sen gerilla társai meggyőző medálokat aggattak egyenruhájukra. Úgy gondolják, harcos társuk fia nem irányíthat mindent egy személyben. Kim Jong-il was the most important person in North Korea. Kim Jong-il Észak-Korea legfontosabb, nagyhatalmú embere. Ennek ellenére nem hozhatja meg a legalapvetőbb nemzetbiztonsági döntéseket, és nem határozhat nukleáris kérdésekben a Nemzeti Védelmi Bizottságban ülő tábornokai nélkül. Így ez egy bonyolult rendszer, amelynek működését a kívülállók nem ismerhetik. Az elmúlt néhány évben több jel is arra mutatott, hogy a keményvonalas tábornokok hatalma megnőtt. Az idős tábornokok szemében Kim Jong-il akkor lehet teljhatalmú uralkodó, ha a hadsereget is irányítja. Ezért minden katonai egységet meglátogat az országban. Az állam által ellenőrzött televízió mindenhová elkíséri. Most már tábornoknak hívatja magát. A tábornok minden gazdasági kudarcért a rezsim ellenségeit tartja felelősnek. A külső támadás minden probléma oka. Ha az észak-koreaiak éheznek, azért a világ többi része, elsősorban az Egyesült Államok felelős. Valójában Észak-Korea már az apja Kim Ir-sen idején elbukott. Tönkrement a gazdaság, és a dolgokat tovább súlyosbította, hogy a hidegháborúban is a vesztes oldalon álltak. Ez azt jelenti, hogy a 80-as évek végén, a berlini fal leomlása után a kelet-európai országok fokozatosan áttértek a kapitalista modellre. Ez történt Ázsia kommunista rezsimjével is, például Kínával. A két éven át tartó árvíz halálos csapást mért a gyenge lábakon álló rendszerre. A 90-es évek végén Észak-Korea a történelem egyik legsúlyosabb éhínségével nézett szembe. 1 millió, talán 2 millió ember hal meg. És még így sem fordult a társadalom a kormány ellen. Nem voltak jelentős felkelések, így a rezsim nem változtatott a módszerein. De jól látható, hogy az alultápláltság hatására egy egész generáció lett kisebb, mint az elődje. Dél- és észak-koreaiak összehasonlításánál is látszik, hogy az észak-koreaiak sokkal alacsonyabbak. Egy egész generáció sérült nem csak fizikailag, de mentálisan is. Paradox módon a tömeges éhezés megerősíti Kim Jong-il hatalmát. A nép terrorban él. Amikor Észak-Korea elfogad egy jelentős ENSZ élelmiszersegélycsomagot, a propaganda során a kedves vezető adományaként osztják szét, akinek ezért mindenki az életével tartozik. Kim Jong-il megerősíti védelmét és az irányítást az éhező nép felett. Mozgásának védelme érdekében alagutakat ásat a főváros alatt. Elmegy Moszkvába és Pekingbe segítséget kérni régi szövetségeseitől, ám annyira félti életét, hogy csak páncélvonattal hajlandó utazni. A vonatot rakéták és nehéz tűzérség védi. A konvoj mindig 3 egyforma vonatból áll. Így senki sem tudja, melyikben utazik Kim Jong-il. Az első vagomból az utolsóba való átjutás 3 órát is igénybe vehet. A vonaton felszolgált víz speciális forrásból lepecsételve érkezik. Az ételt egy különleges kutatócsoport ellenőrzi, mielőtt a vonatra helyezik. Senki nem nyúlhat hozzá. A ritka vendégek pazar estélyekről és Kim Jong-il szórakoztató csapatának előadásairól számolnak be. A diktátor azonban elszigeteltnek érzi magát a változó,
egyre veszélyesebbé váló világban. Műholdról néztük a televíziót, Ceausescu utolsó perceit. A tengerparti rezidenciáján voltunk, 20-25 vezetővel együtt. A tábornok arca egyre sápadtabb lett, miközben nézte. A műsor végén a vezetők egymásra néztek. Csendben ennyit mondott: tényleg el kell gondolkodnunk országunk jövőjéről. Teljesen elsápadt. Hasonló rezsim volt. A tábornok magát képzelte Ceausescu helyébe. Később látta Saddam Hussein szobrának ledöntését. Vele voltam aznap is. Tudja, mit mondott? Hussein egy idióta. Csak ennyit. Kim Jong-il a hasonló vég elkerülése érdekében megpróbálja kiiktatni a fenyegetéseket. A lista élén Washington áll. Kinyilvánítja, hogy kész tárgyalni az Egyesült Államokkal. Kilátásba helyezi a koreai háború lezárását biztosító békeszerződést. 1953 óta több mint 30 ezer amerikai katona állomásozik az észak-koreai határnál. Bill Clinton lekötelezése érdekében beleegyezik, hogy találkozzon Dél-Korea elnökével, Kim De-jung-gal. 2000 júniusában sor kerül a két Korea közötti történelmi csúcs találkozóra. Szó esik az újraegyesítésről. A koreai félsziget helyzetét mindig mindenki Németországéhoz hasonlítja, ám a tét sokkal nagyobb. Először is Nyugat-Németország népessége Kelet-Németország triplája volt. A két Korea esetében Dél-Korea kétszer népesebb. A jövedelem különbség a két Németországban 1:2 arányú volt. Dél-Korea és Észak-Korea között a jövedelem különbség 15-20-szoros. A probléma sokkal mélyebb, mint a német újraegyesítés esetében. Míg a világ üdvözli a két Korea közötti kapcsolatok újraéledését, Kim Jong-il más célokat tűz ki, mint a feltételezett újraegyesítés. Az a fő célja, hogy Clinton kedvében járjon. Egy nap levelet kapott Clintontól. Rettegett az Egyesült Államoktól. Így annyira megörült ennek a levélnek, hogy 3 napos ünnepséget rendezett. Madeleine Albright hozta a levelet Fenyáni látogatása alkalmával. Kim Jong-il olyan boldog volt, ezt ismételgette. Levelet kaptam Clintontól. Levelet kaptam Clintontól. Azt hitte, megmentheti a rezsimet az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalás során. Ez volt az egyetlen célja. Nem akart változást. Hogy megünnepeljék a megbékélés kezdetét, Kim Jong-il magával viszi a külügyminisztert az Arirang Fesztivál nyitó előadására. A Fenyani stadionban évente megrendezett műsor egyedülálló a világon. Százezren ünneplik a rezsimet és az uralkodó családot. Néhány hónappal később George Bush-t választják meg az Egyesült Államok elnökévé.
A fennyani találkozót lemondják. Az új elnök kijelenti, hogy Irak, Irán és Észak-Korea alkotja az ellenséges tengelyt, amelyet kormányának el kell pusztítania. George Bush lesz az észak-koreai propaganda sztárja. My first visit to North Korea in 2002. 2002-ben első észak-koreai utam során a nukleáris tárgyalások vezetője három kérdést tett fel nekem. Egy, miért különbözik ennyire apjától George Bush? Kettő, hogyan működhet az az ország, ahol olyan elnököket választanak meg, akiknek semmi közük az elődjükhöz? És végül, miért nem értenek meg minket jobban? Mind nagyon jó kérdés. Voltak érzékeny pontok a politikánkban, ezekre reagáltak. Soha nem éreztük magunkat hibásnak a megszakított politikai lépésekért, ezért azt hiszem, ez hozzájárult ehhez az egész folyamathoz. Amíg az Egyesült Államok Irakkal háborúzik, Kim Jong-il buzgón újra megerősíti katonai hatalmát. A fiatal koreaiak katonai szolgálata több mint 10 év. 1 milliós hadseregük van. Nagy mennyiségű, de rossz minőségű fegyverekkel rendelkeznek. Elavultak és rosszak. Például a tankjaik. A legújabb tankjuk az 1950-60-as évek T-62-es modellje, amely nyilvánvalóan nem tudna ellenállni a dél-koreai vagy amerikai tankoknak. Az Irak által használt újabb generációs T-72-es harckocsi sem hasonlítható az Egyesült Államok és Dél-Korea modern tankjaihoz. Pedig több ezer darabjuk volt belőle. 13 ezer darabból álló tüzérségi rendszerükkel most is bevehetnék Szőult, anélkül, hogy egy lépést is megtennének. A kiválóan képzett különleges haderő nagysága meghaladja a 100 ezer főt. Jelentős, előre telepített haderővel rendelkeznek. A hadsereg 70%-a demilitarizált övezet 100 kilométeres körzetében van. Több százezer áldozata lenne a dél-koreaiak támadásának. Ha megvizsgáljuk az észak-koreai statisztikákat, az egyfőre jutó GDP-t, a gazdaság nagyságát, a földterületet, láthatjuk, hogy Észak-Koreához legközelebb Mozambik áll. És kit érdekel Mozambik? Itt ülne az irodámban, ha Mozambikkal foglalkoztam volna? Valószínűleg nem. A legtöbb koreai megérti, hogy annak érdekében, hogy képesek legyenek befolyásolni a végső kimenetelt, és ne a külső segítségtől függjenek, veszélyesnek kell tűnni. Ezért, hogy komolyan vegyék őket, nem tehetnek mást, mint hogy nukleáris fegyvereket fejlesztenek. Észak-Korea már az 50-es évek elején foglalkozott a nukleáris fegyverek gondolatával. Ma ez élvez abszolút elsőbséget. 2006. október 9-én az állami televízió híradósa nem tudja visszafogni érzéseit. Észak-Korea népe a kommunizmusnak köszönhetően hatalmas tudományos eredményt ért el. Tudósaink sikeresen végrehajtottak egy föld alatti nukleáris robbantást október 9-én. A tudományos kísérlet új technológiát hoz országunknak. Sugárszennyezés nem történt. Tudjuk, hogy létezik egy nukleáris fegyvereket előállító komplexum. Vannak információink érintett tisztviselőkről. De a legbiztosabb válasz az, hogy Kim Jong-il teljes mértékben felel a nukleáris fegyverprogramért. Ez támasztja alá például, hogy amikor a Clinton kabinet egy delegációja találkozott vele, és a nukleáris rakétaprogramokról érdeklődött, megmutattak neki számos kérdést, amire választ vártak. Ő elvette a papírt és felolvasott néhány kérdést, amelyekre nagy technikai részletességgel válaszolt. Ő a nukleáris program irányítója.
A teljes kibékülésre törekedtek velünk. Biztosítani akarták, hogy nem fogunk olyan pusztítást okozni, mint a koreai háború idején. Arra is emlékeztek, hogy Douglas MacArthur tábornok egy csor nukleáris fegyvert akart ledobni a koreai félsziget felső részén. Mind az öt látogatásom során elmondták, tudjuk, hogy soha nem támadnak meg nukleáris fegyverrel rendelkező országot, ezért fejlesztettük ki őket. Nem kevesebb, mint 8 nukleáris fegyverük lehet. Nem biztos, hogy mindegyiket kifejlesztették. Észak-Korea állítja, minden rendelkezésükre álló plutóniumot felhasználtak építésükkor. Az Egyesült Államok ellen bevethető interkontinentális ballisztikus rakéta kifejlesztésén dolgoznak. Eddig 2500 mérföld lőtávolságot értek el vele. Az Egyesült Államok hírszerzésének nem minősített becslései alapján 10 éven belül egy nukleáris robbanófejjel veszélyeztethetik az egész kontinentális Egyesült Államokat. Már most rendelkeznek 600 rakétával, amellyel Dél-Koreát, 300-zal, amivel Japánt támadhatják meg. Néhány területen csökken a hozzáértésük. ...2008 nyár végén Fennyan utcáin az élet a megszokott mederben zajlik. Sikerült titokban tartani Kim Jong-il eltűnését. A rezsim színlel, de Szöul és Peking aggódik. Senki nem tudja, ki vezeti Észak-Koreát. A katonai puccs elkerülése érdekében Kim Jong-il megtiltja a hadsereg különböző csapatai közötti direkt kapcsolattartást. Minden jelentést Kim Jong-il kap meg, aki egyedüliként rendelkezik globális rálátással. Ebben a rendszerben Kim Jong-il hirtelen halála esetén nem lehetséges összehangolni a különböző katonai erőket, hiszen komoly félreértésekhez vezetne a hadseregen belül. Képzeljék el, hogy az egyik tábornok a többinél ambiciózusabb, ebből konfliktus származna, és rendelkeznek tömegmészárláshoz szükséges fegyverekkel. A rendszer összeomlása az észak-koreai fegyverek külföldre, terrorszervezetek számára történő értékesítését és menekültek nagyarányú kivándorlását eredményezheti. Átkelhetnek a kínai határon, a nyugati vagy a keleti tenger szakaszon át eljuthatnak Dél-Koreába. El tudják képzelni, hogy megérkezik Szöulba 10 millió menekült. Ez valódi gazdasági összeomlást jelentene Dél-Korea számára. Francia orvosokat hívtak Fennyanba. Hazatérve egy agyvérzéses beteg gondozásáról számoltak be. Túléli, de agya maradandó károsodást szenvedett. Ez alatt Kim Jong-il mostoha bátyja átveszi az államfő feladatait. Ez a család egyetlen esélye hatalmának megtartására, amíg a vezető szünetet tart. 10 hónapos szünetet. ...2009 tavaszán Kim Jong-il egy hisztérikus nemzetgyűlés során tér vissza. Sovány és sápadt. Néha, mintha ott se lenne. De él. De nem egyértelmű, hogy az elit egységese. Kim Jong-il halála után az elit valószínűleg szétszakad. Heves viták alakulhatnak ki. Kim Jong-il tudja, hogy az utódlásról gyorsan kell döntenie. 3 fia közül kell választania egyet, aki mellette áll. Order.
Az elsőszülött Kim Jong-nam egy színésznővel folytatott szerelmi viszony gyümölcse nincs versenyben. A rezsim perifériáján él. Idejét tokiói Disneyland látogatásokkal és hosszú makaói kaszinózós estékkel tölti. Kim Jong-ilnek 22 évig tartó élettársi kapcsolatából Ko Yong-hee-től született két fia. Jong-chol és Jong-un a 80-as évek elején születtek. Ma 20-as éveikben járnak. A diktátor Bernbe, svájci iskolába küldte őket. Beszélnek németül, angolul és kicsit franciául. Popzene rajongók járnak koncertekre Európában. Mindketten szeretik a kosárlabdát, főleg az NBA-t, amelynek meccseit követik a televízióban. Kamaszként a két fiú egyre komolyabb meccseket kezdett játszani. Mindkettejüknek volt csapata Kim Jong-il személyzetéből, akikkel kisebb meccseket játszottak. Jong-chol minden meccs után egyesével köszönetet mondott a játékosoknak. Jong-un ezzel szemben Kim Jong-il felesége és más vezetők előtt valódi gyűlést tartott csapatának. Az előbbi passzod nem volt jó. Nem neki, hanem neki kellett volna dobnod a labdát. Ő volt dobó helyzetben. Kim Jong-il később azt mondta, Jong-chol nem olyan jó. Túl kedves, olyan, mint egy lány. Jong-un nem tudom miért, de olyan, mint én. Ezzel jelezte a vezetőknek, hogy a kisebbet szeretné utódjaként látni. Ezek között voltak katonai vezetők is. Gyakran ismételgette, hogy Jong-un szánja utódjának. A diktátor tehát választott. Kim harmadik ezen a néven, akit Jong-unnak hívnak. A propagandagépezet lassan beindul. Az új nap felragyogását bejelentik Észak-Koreában. Nem szivárog ki kép az örökösről, de már mindenhol apja mellett áll, és elkezdi gyűjteni hivatalos címeit. Vannak bizonyítékaink, amelyek szerint sok észak-koreai nem is hallott Kim Jong-unról az utóbbi pár hónapig, amikor is a rezsim elindította a propagandát. Így az új vezető bemutatásakor a reakciójuk, rendben, azt mondják, ő a fia, de ki ez a srác? Egy konfuciánus társadalomban nagyon fiatalnak számít. Számos merőben új nyomás nehezedik tehát a rezsimre, ha folytatni kívánja az önigazolást. Ez a végső kihívás Kim Jong-il számára. Saját legitimitását legalább részben átadni egy ilyen fiatal fiúnak. 2010. október 10-én először áll apja mellett a hivatalos emelvényen az ország történetének legfontosabb katonai parádéján. 100 000 férfi felvonulásával ünneplik meg hivatalosan a munkáspárt megalapításának 65. évfordulóját. Ám a valódi feladat az új vezető sikeres bemutatása és Kim Jong-un hivatalos képének publikálása. Az átalakulás, az utódlás időszakában azt hiszem teljesen egyértelmű, hogy Észak-Korea egy kiújuló válság előtt áll. Keresni fogják az alkalmat, hogy tudatosíthassák a lakossággal, hogy Észak-Korea ostrom alatt áll. Ez a rezsim érdekeit szolgálja. Olyan körülményeket teremtenek, amelyben a magasrangú tiszteket lojalitásra bírhatják.
Rendelkezésére áll tüzérség. Különféle rakéták, amelyekkel elpusztíthatnák legalább Szöul északi részét. A háború első 48 órájában megölhetnének több százezer embert. Ezt meg tudják tenni. Valószínűleg Észak-Korea 1953 óta tapasztalt legsúlyosabb válságidőszaka elé nézünk. Olyan helyzet állt elő, amelynek során a meglévő katonai erő bevetése minden eddiginél valószínűbb, nem csak Észak-Koreán kívül, hanem az országon belül is. Egyelőre tűzszünet van. A határ két oldalán, az utolsó hidegháborús pontnál egymást figyelik. ...1953 óta ez a több száz kilométernyi áthatolhatatlan szöges drót választja el Észak- és Dél-Koreát. Különös egyensúly, amely egy ember Kim Jong-il sorsától függ, aki egyedülálló diktátor dinasztiájának harmadik generációs továbbviteléért küzd. A határon az emberek készek rá, hogy egy nap úgy emlékezzenek a szöges drótra, mint a berlini falra. Vagy készek fegyvert ragadni, ha szükséges. Sosem tették le végleg. Narrátor Kárpáti Levente. Magyar szöveg Gordos Éva. Hangmérnök Szabó Zoltán. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. Produkciós vezető Valger Zsófia és Ullmann Gábor. A magyar változatot a Digi Kft. Készítette 2015-ben.